Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az Audmax esték házigazdájaként, mai házigazdájaként köszöntöm először is Bereményi Gézát, többek közt Kossuth díjas, József Attila díjas, Balázs Béla díjas, Prima Primissima díjas, és így tovább írót. Dalszöveg és... Nyugi! Dalszöveg és forgatókönyvírót, filmrendezőt, színházrendezőt és színházigazgatót. És írót. Azt már mondtam, ja. Csak beletapsoltak. Ja. És természetesen köszöntöm azokat, akik eljöttek meghallgatni ezt a beszélgetést. Egy lehetetlen dolog fog ma történni, mert egy olyan könyvről kellene beszélgetni, ami még meg se jelent. Ez a magyar Copperfield, ez még nem jelent meg ez a kötet. Ám de ugyanakkor különböző fejezetei különböző folyóiratokban, például az áprilisi Alföldben már olvashatóak. És én ezeket a fejezeteket elolvasva úgy láttam, hogy ez egy önéletírás. Igen. Ez egy nevelődési regény lesz, ha kész lesz. Ez egy fejlődési regény. És a kérdésem, az első kérdésem az arra vonatkozna, hogy miért éppen Copperfield Dávid, David Copperfield lett a mintaadója ennek az önéletírásnak, és miért nem az, miért nem például Goethe-nek a Wilhelm Meistere, nem a Faust, hát az is lehetett volna, vagy Tom Jones Fielding-nek a Tom Jones-a. Miért Copperfield Dávid? Hát magán babonából egyrészt, mert gyerekkoromban, olyan 9-10 éves koromban olvastam a Dickens Copperfield Dávidját, de nem akármelyik változatot, hanem egy átdolgozott változatot, amit később megnéztem, Ottlik Géza dolgozta át a Copperfield Dávidot, lefordította és átdolgozta Ottlik Géza, az volt azon a példányon, amelyik, és akkor ráismertem a Copperfield Dávid sorsára teljesen a magaméra. Csak Angliában, és mit tudom, 150 évvel vagy 200 évvel az előttről. Mert ugyanúgy, mint a Copperfield Dávidnak, nekem is volt egy korán eltűnt apám, édesapám, aztán jött egy baljós tekintetű, ahogy a Dickens írja, nevelőapa, mostóapa, és ott élt emberek között, akik között voltak jók és rosszak, és aztán elment onnan, elszökött onnan. Na most én akkor rájöttem, hogy nekem én el fogok szökni ettől a mostóapától, mikor ezt elolvastam, és akkor el is jöttem, hát mondjuk 15 éves koromban, de eljöttem. És akkor és így fölismertem a saját sorsomat, és tudtam azt, hogy 21 néhány éves koromig kell megírni az életemet, hogyha meg akarom írni, mert utána már nem érdekes az élet. Legalábbis nem jó irodalmi téma, mert az egy önéletrajznak, mert utána a karrier nevű rész jön, tehát a munkával eltöltött idő. És egy idős professzor nekem azt mondta, akit nagyon tiszteltem, aki már nyugdíjban volt, azt mondta, hogy az életnek a két része van az ember sorsának, az élete, aztán belép a munkahelyére az első nap reggel, és este, mikor eljön az első munkanap után, kiderül, hogy a nyugdíjába lép ki. Olyan gyorsan telik, egészen másképpen tagolódik a munkával a karrierrel eltöltött idő. És a karrierjét az emberek, hogy mi történt, mit csináltam, milyen izé volt, milyen felnőtt voltam, vagy milyen izé, az már nem érdekes. És azt mondta a professzor, hogy utána, ha megéred az öregkort, akkor az öregkor már megint hosszú lesz. És mintha égi jel lett volna, utána néhány nappal olvastam azt, amit Kodály Zoltán mondott, hogy leírta egy fültanú,
hogy mit mondott a Kodály Zoltán akkor, amikor meghallotta Bartók Béla halálhírét, hogy New Yorkban meghalt Bartók Béla. Azt mondta, hogy ő, a Bartók volt az, aki a nehezebbik életet választotta azzal, hogy Amerikába kiment, és a könnyebbik karriert. Én azzal, hogy Magyarországon itt maradtam, a könnyebbik életet választottam, és a nehezebbik karriert. És ő is így választotta ketté az életet, és én úgy éreztem, hogy engem igazából nem érdekel a karrierem, nem érdekel a felnőtt sor, és az embereknek se tudom úgy megírni, az viszont tele van titokkal, ami velem 24 éves koromig történt körülbelül, és én arra vagyok kíváncsi. És akkor itt tulajdonképpen így lett nevelődési regény, mert végülis addig nevelődik az ember, nem? És akkor így, ezért lett nevelődés. Ja, és ráadásul az Ottlik az úgy dolgozta át a regényt, mert később olvastam a teljes változatot, hogy hirtelen abba is marad a tájt, 20 éves koráig, kora körül Copperfield által, de maga Dickens is akkor már ugrálni kezd. És lerövidítette azt, és tulajdonképpen egy jelenet van a felnőtt korából. És akkor arra gondoltam, hogy ez a sok mester engem mind erre képez, akkor én így. Aha. És ami még föltűnt a már megjelent fejezetekben, hogy egy csomó olyan történetet tulajdonképpen újra megírsz, amiket már a novelláidban is megírtál. Sőt, amikor valaki kérdezte úgy, mint most, hogy mit írsz most, akkor is mondtam, hogy a önéletrajzomat, akkor azt mondta, miért eddig nem azt csináltad? Igen. És rájöttem, hogy tulajdonképpen én mindent az én életemet akartam megfejteni, mert megfejthetetlen, tudnék, három nevem volt. Tehát háromszor keresztettek újra. Az édesapám nevét viseltem 6 éves koromig, a mostohapám örökbe fogadott. Igen? És utána én úgy szabadultam meg tőlük, hogy az édesanyám nevét választottam, az anyai nagyszüleimét, akik tulajdonképpen neveltek engem a 6 éves koromig, a legteljesebb boldogságban, azért vagyok épeszű. Valamennyire. Azt elmondhatom, hogy már hogy nem helyetted, csak kiegészítésképpen, hogy ugye Vetró Géza néven születtél. Igen. Aki látta a Veri az ördög a feleségét, az tudja, hogy van egy Vetró elvtárs, és aztán pedig Rosner. Az viccből adtam, az nem jellemző. Na jó, erről egy kicsit beszélni. Van a Rosner Géza, ugye a nevelőapádnak a neve. Majd utána, amikor elkezdtél írni, akkor vetted fel a Bereményit, aki pedig az anyai... Édesanyám. Anyai nagyapám. Igen, a Bereményi Sándor, aki az Eldorádónak a főszereplő. De ott Monori néven szerepel. Igen. De hát ezekkel a nevekkel én, szóval hosszan lehetne ezekről beszélni, mert állandóan játszom. A nevek azok nagyon misztikusak. Hát az ember életét tönkre lehet tenni azzal, hogy elnevezik valaminek, ami neki nem kell. Hát, és így tovább nagyon sokat lehet a nevekről beszélni. A név az egy nagyon misztikus dolog. Azzá válunk, ami a nevünk. Annak néznek az emberek, és a nevek azok többet is jelentenek, mint amit jelentenek. Azt is jelentik, például a hangalakjuk is nagyon jellemző. Hát én mikor így neveket választok könyvhez, a nagyapámnak azért választottam például a Bereményi helyett az, hogy Monori, mert az olyan, mint egy ilyen vadállat morgása, Monori. És szerettem volna kidoborítani azt az oldalát szegény nagypapának. Nem érdemelte meg, nem ezt érdemelte, de ott akkor már szereplő, akkor megcsináltam belőle a szereplőt, és azzal át is változtattam. És a színész is mondta nekem, hogy abból a névből nagyon sokat következtetett a szerep nevéből. És még rengeteg példát tudnék mondani. Aha. Egyrészt másképp beszélnek velem, amióta Bereményi vagyok, mint előzőleg, és azelőtt pedig. Tehát úgy érzed, hogy ugye te ezek szerint akkor kétszer változtattál nevet, és ezek a névváltoztatások a személyiségedre is egyet adtak, kettőt meg fölvettél. Vagy hát, mindegy. Mindegy. És akkor ezek mind ilyen személyiségváltozások is voltak a igen, újabb életszakaszt jelöltek. Aha. Megjelöltek engem egy újabb életszakaszra. Aha. Szóval nem tudni, hogy egyszer valahol az jutott eszembe, hogy
nem lehet soha tudni, hogy a személy kapja a nevét, vagy a név kapja a személyt hozzá. Na így. Mint hogyha ez egy ilyen platoni dolog, hogy ott úszkálnak a mindenségben a nevek, és rászállnak egy emberre, vagy így. Aha. És az mitől függ, hogy mondjuk a te valahai neveidet, tehát mondjuk Vetrót vagy Rosnert kaphatja egy karakter? Ez kitüntetés a karakternek, hogy vagy ja, nem gondolkoztam, hanem kellett egy név, és hirtelen rám mondtam a Vetrót. Tehát aztán az erdélyi rokonok azok így kérdezték, miért, meg mit tudom, és akkor rájöttem, hogy könnyelmű volt ez a névadás. Nem azt kellett volna adni. Igen. És hogyha ugye ezeket a történeteket már megírtad, akkor miért tartottad fontosnak, vagy miért tartott fontosnak újra megírni? Tehát, hogy máshogy látod ezeket a történeteket? Nem, mert most sorrendben írom. Aha. Mert mindig egy-egy kiszakított szakaszt elevenítettem meg az életemből. Filmben, novellában, nem tudom, is tudom, dalszövegben, versben. És máshogyha sorrendben van. Akkor már az életem szerkezetére is rájövök, és az összefüggésekre benne. Szóval nagyon, nagyon nagy utazás, trip a önéletírás. Nagyon. És Dickens is, állítom, hogy a Copperfield Dávidban önmagát írta meg, tehát az emlékezés volt. És nekem úgy tűnik, hogy tehát a megjelent fejezetek azok nagyon letisztultak, lényegre törek és tömörek, összevetve például a legendáriummal, ami igen, egy ilyen szürreális áradás. Igen. Tehát, hogy ezek az élmények, ahogy halad a kor, igen, veled is, meg mindenkivel, ezek így letisztulnak benned, és ez a stílusban is megjelenik, ez a fajta letisztulás ezeknek az emlékeknek, élményeknek? Nem, mert az, hogyha az ember folyamatában írja meg az életét az első emlékképtől, amit látott, amire vissza tud emlékezni, akkor szakaszok vannak, és van egy babonája van az ilyen önéletrajzírónak, hogy amire ő emlékszik, arra nem véletlenül emlékszik. És vannak évek, amik kiesnek. Nem érdekelnek, nem jut eszedbe, nem kihagyod. Aha. És akkor így egy ilyen eszmei élet is. Szóval hosszú történet. Amit most írsz meg éppen. Igen, igen, igen. És azt is mesélted, vagy én, hogy a legelső emléked ez a pelenkázás, nem? Igen. És erről mondanál néhány szót, hogy ez hogy lehet ilyen messzire visszamenni az emlékezésben? Hát úgy, hogy a gyerekkoromból, a kiskorom, hogy kerestem a legelső emléket, akkor körülbelül, ami a végső soron a harmadik jutott először eszembe, akkor utána az, hogy Billyre hogyan szoktattak, az nagyon jó volt, és mindenhol a nagyanyám bukkant föl, mert az nevelt. Az édesanyám leadott csecsemőkoromban neki, és akkor a nagyanyám nevelt. Fiatal nagyanya volt, és boldog volt, hogy van egy kisfia, vagy egy csecsemője, és babázott velem. És akkor eszembe jutott az, hogy valaki fölém hajolt, és a haja a mesztelen a hasamat csókolgatta, és így a bőrömet simogatta a haja, és háromféle arcot vágott. És akkor utána gondolkoztam, hogy mit mondhatott, tehát is valami morgásszerű volt. És akkor rájöttem, hogy a nagyanyám úgy hívott engem, hogy mindig, hogy szótagolva mondta, amikor becézett, később is, hogy Lulikám. Lulikám. És aztán ebből a szóból, amit tulajdonképpen az első szó volt, amit nem értettem, nem tudtam, hogy mi ebből az örejből, el lehetett indulni arra, hogy miért hívott Lulikámnak, mert Lurkónak nevezett az az apám, aki eltűnt,
Ezt a nevet hagyta a volt anyósára, a nagyanyámra, vagy úgy hagyta rá, hogy szóval, hogy onnan vette, és a nagyanyám nem akarta Lurkónak nevezni, hanem Lulinak, és a Lulikám. Végülis Lulikámnak nevezett. Na, szóval ez volt az, nem egy nagy kép, csak nagy erejű. De ugyanakkor azt mondtad, hogy ez a nagymama egy, nem is tudom melyik szavakat használtad, de hogy egy ilyen vajákos asszony volt. Az. És beszéltél a haláláról, meg a igen. Nagypapád haláláról, hogy ahhoz hogyan viszonyult, ezt elmesélnéd esetleg? Mert szerintem ezek nagyon szép történetek a... Jó, elmondom a nagyapám és a nagyanyám halálát. Itt de ezeket meg fogod írni, meg is van. Nem, meg megírtad, van. Hogy nem most meséli először a, nem, hát az író. Nem, hát már írásban ízébe, hát nem tudom. Szóval furcsa előadás ez. Valaki a nagyapjáról és a nagyanyáról mesél a halálukról. Bementem Eszti nénivel, a nagyapámnak a húgával és a nagyanyámmal a kórházba, és jött az ápolónő, és azt mondta, hogy fél órán belül meg fog halni, mondta a nagyapámról, aki bent feküdt. Hát erre bementünk elbúcsúztatni, és az Eszti néni normálisan is segített, ahogy szokás náluk, ilyen kendős asszony volt, és mondta, hogy Isten ágyon, drága fivérem, nagy ilyen némán át. Mentünk, ja, és akkor azt mondta az ápolónő, hogy egy fél óra múlva meg fog halni, megadom a telefonszámot, hívjon vissza, és értesítem, hogy mi történt. És mentünk haza gyalog, némán mentünk az utcán, és ez csak a nagyanyám megszólalt, hogy gonosz, rossz ember volt világ életében, Isten nyugosztalja. Nem mertünk szólni, ezt én is hazaérkeztünk. Bementünk a földszintes ház udvarára, bementünk a konyhába, és egy szoba volt, szobakonyha volt, és a két asszony így szoknyástól, cipőjét letéve így végfeküdt a vetett ágyon, és így vártak. És én pedig mondtam, hogy én kimegyek, telefonálok, van tantuszom. Kimentem, és a konyhában sötét volt, a konyha végében ott volt a kredenc, jobbra nyílott a szobajtól, égett a villany, két asszony feküdt. Kimegyek, telefonálok, azt mondják, hogy most, éppen most halt meg. Köszönöm szépen, visszateszem a telefont. Visszamegyek be az udvaron a lakásba, a konyhába, a homályos konyhába, végén ott a kredenc, és így befordulok, megállok a szobába, ahol égett a lámpa, és a két asszonynak azt mondom, éppen most halt meg. Csönd, akkor az Eszti néni kiugrott, nem, csönd. És akkor ebben a csöndben egyszer csak a kredencben egymás mellett a konyhában egy fél arasznyi távolságra voltak a poharak. Elkezdett csörömpölni az összes pohár, de úgy, mintha ráznák a kredence. És olyan sokáig, legalább 20 másodpercig, 20-25 másodpercig tartott ez. Ezt kiszámítottam így, mikor ezt írtam, visszagondoltam, hogy mennyi, hogy egészen biztosan addig tartott, míg tisztázta, hogy ez a zaj, ez túlvilági, vagy valami természetellenes, és egyszer csak abba hagyta. Akkor az Eszti néni kiugrott az ágyból, és megint kezdte, hogy édes fűvérem, te nyugtalan lélek, nyugodj meg, sok vizét a túlvilágon ott ne csináld ezt, vagy mit tudom. Nagyon pedig így fölnézett, és így a szemében rám nézett, és ilyen sötét szeme volt ennek a bajákos nőnek, és én már összeszoktam vele, és pontosan tudtam, mit akar mondani, hogyha némán nézett. És a következőt mondta a szemébe. Akkor most már ő elment, te vagy a férfi, de benned nem bízom. De én álomosarat fogom vállalni. És volt benne ellenszenv is a szemébe, szembenézett a tényekkel, mikor velem szembenézett. Én pedig ott álltam múján ebben az egészben, ebben a csörömpölésben, csörömpölés utáni izében.
ilyen vajákos nő volt a nagyám, de több ilyen bizonyítékot mondhatnék a vajákosságára. Szóval ezen a... Ja, és bocsánat, ja. És mikor fölnézett, akkor a szeméből azt láttam, hogy mert én szerintem én gondolkoztam a két asszony közül a legracionálisabban, hát 20 éves voltam, iskolában neveltek, mit tudom én, racionalizmusra, hogy ez az egész kétségkívüli kredencrázó csörömpölést, ezt a nagyanyám pszichikai ereje csinálta. Tehát, hogy fölnézett és így nézett rám utána. Tehát ő nem volt, nem rémültek, na, szóval nagyon mindegy. Na, hát, lehet, hogy egyikünknek se volt igaza, de mind a hárman hallottuk ezt a csörömpölést. De hát ezek voltak a régi emlékek. Igen, de ezeket írod most, és ezen dolgozol most, ezen a prózai műven. Ezelőtt a legutóbb megjelent prózai műved, ez a Vadnai Bébi, 2013-as, és ebben tulajdonképpen két történetet szősz össze, meg két idősíkot, a 40-es évek, 1940-es évek, meg 1970-es évek. Igen. A 70-es évek... Bocsánat, hogy közbeszólok. Ja, nyugodtan. Akkor hadd mondjam el a könyv eszmei mondani valóját, ja, írom, ami nyilván az olvasó számára nem derül ki, hála Istennek. Jó. Én arra jöttem rá, mert hallottam egy 40-es évekbeli történetet, egy nő mesélt el nekem, aki akkor volt fiatal, a nő, és volt egy baráti társaságom 20 évvel később. 20-25. A törzs. Egy ilyen baráti társaságom, és a nő elmesélte a 40-es évekbeli életet, és én a 60-as évekbeli, a 60-as években, és én nem akkor jöttem rá, hanem később, mikor ezt összesződtem, hogy tulajdonképpen ugyanarról szól a 40-es évek, mint a 60-as évek, ami történelmileg teljesen hiteltelen, senki nem mondhatja meg minden, de az emberi hozzáállásokban volt valami ugyanaz a könnyelműség, talán a helyteszi Magyarország, vagy valami, de valami könnyelműség volt az akkori életben, és abban a mostaniban, amit én fölidézek. És két társaságról szólt tulajdonképpen, és az a két társaság közötti rejtett kapcsolatot szerettem volna. Így van. És ugye a két társaság a 70-es években egy ilyen fiatal írókról van, pontosabban egy Dobrovics nevű fiatal ember, egy 20 éves... Az én vagyok. Jó, ezt még nem tudjuk. De hát jó, persze, én tudom, persze, csak erre akartam rákérdezni, azért nem tudjuk még. Tehát, hogy a 70-es években egy Dobrovics nevű fiatal ember hát írói... Ez is önéletrajzik tulajdonképpen. Minden önéletrajzik. És egy másik, egy nőnek az önéletéről mesélőt, egy nő elmeséli élete legnagyobb szerelmét a 40-es években. Nekem elmesélték 20 éves koromban ezt, amikor írni kezdtem. És akkor határoztam, hogy ezt szeretném megírni, ezt a furcsa szerelmet. De még van még benne valami. Bocs, hogy... Nem, semmi. Ugye, igen, tehát a 40-es években egy ilyen kalandos, szenvedélyes szerelmi történet a 40-es években, a 70-es években pedig egy fiatal ember írói indulása. Igen. Ez nagyon sok rokonságot mutat a te életeddel és a te írói indulásoddal. Tehát jól látom-e, hogy sok az átfedés. És akkor meséljél egy kicsit... Sok az átfedés, de ugyanakkor a 60-as években, az a 40-es évekbeli nő, akinek a szerelméről szól, igen, az engem tisztelt meg, mindenki előtt leplezte. Talán jó kiindulópont? Jó, kiindulópontnak jó. De akkor elmondom, hogy volt valójában, de hát a könyvben is ez van, csak más csoportosításban. Tehát úgy volt, hogy volt nekem egy barátom, meghalt, hogy a nagyanyám mondaná, Isten nyugosztalja. Dixinek hívták, az volt a beceneve, a törzsben, abban a bandában, ahol én voltam, ahol én kezdő íróként voltam, egy ilyen belvárosi, intellektuális, avantgard társaságban. És ő volt a furcsa kívülálló benne, mert ő javító intézetből jött, intézeti gyerek volt, meg mit tudom én mit. És
mindig, és sok rendőrségi ügye volt, meg minden, és ilyen, na, ő volt a legkülönösebb figura, de kívülálló volt, ő nem írt, hanem ilyen furcsa performanszokat csinált az életben. Fura alak volt nagyon. Most ezt hadd ne részletezem, és akkor egyik nap, de mi mindig jobban voltunk. Szóval én sokkal fiatalabb voltam nála, mint 5-6 évvel, ami nagyon sokat számított akkoriban. És egyszer megkeresett, egy kertben ültem, megtudta, mint később kiderült, megtudta, hogy ott lakom, ott egy kölcsön viskónak a kertjében ültem, és jött oda hozzám, leült mellém, és így profilba voltunk egymásnak, és azt mondta, hogy én mondom, hogy hát végtelen megtisztelő volt, hogy megkeresett. És azt mondta, hogy, és mondom, és mi van, miért vagy itt? És azt mondja, hogy te mondtad azt, hogy a te apád ugye vetró. Mondom, igen, később ismertem meg mit tudom én, tehát meséltem neked, mondtam. Szóval, igen. Azt mondja, jó, és mondtad, hogy szoktad látogatni őt. Mondom, igen. Mikor fogsz legközelebb elmenni hozzá? Hát mondom, nem tudom, hát szóval valamikor. Hát. Azt mondja, jó, akkor kérdezd meg, hogy mi testvérek vagyunk-e. Akkor úgy gondoltam, hogy hát szóval nem fogok itt meglepődni neki. És azt mondja, mondom, jó, majd ha fölmegyek hozzá, akkor majd megkérdezem. Azt mondja, jó, persze. Alig vártam, hogy elmenjen, hogy rohanhassak apámmal. És még azt hiszem, akkor kérdeztem, vagy már előbbről tudtam, hogy az anyját, akit én nem ismertem, Tárkányi Évának hívják. Most már mindenki meghalt, mondhatom. Tárkányi Évának hívják az anyját. Jó, majd akkor, majd szólok. Szólok. Elment, én megvártam, míg eltávolodik, hogy ne lássa, hogy mint az őrült rohantam a fülkéhez. Fölhívtam apámat. Fölmentem a lakására. Leülök, és azt mondom, hogy ismersz egy Tárkányi Éva nevű nőt? Hogyne, ez Éva? Hát 30 kiló volt Vasággyal együtt. A bátyámmal mi rejtegettük, vagy nálunk bujkált az ostrom idején Pesten. És a bátyámnak van egy Jancsi nevű, szült egy gyereket a bátyámtól, a Pubitól, Jancsi a neve. Mondom, ez a Jancsi 10 éve a barátom. Megvan a Jancsi. Jó, akkor megvan a Jancsi, azonnal hozt föl, marhára fog örülni a bátyám, mert akkor kimegyünk hozzá Erdélybe, az Kolozsváron volt szobrász a Puvi bács. Most már a felesége nem szól semmit, nyilván a Tárkányi Éva azért nem akart beavatkozni, ne ronts el a házasságukat, mit tudom, valami ilyesmi. Jó, keresem a Dixit 3-4 napig, a könyvben doksza a neve, de szóról-szóra írom le, ahogy volt történt. És keresem, 3-4 nap múlva körülbelül megtalálom, mondom neki, ja, leülök, ja, és akkor megint a lezser, mind a ketten így izében, és akkor mondtam, kérdezzen rá. És akkor egy idő múlva nem bírta ki, megnyertem a játszmát, olyan hülyék a férfia, megnyertem a játszmát, azt mondta, hogy és? Voltál apádnál? Voltam. Szóval, és mi van? Hát mondom, te nem vagyunk testvérek, mi unokatestvérek vagyunk. Az apámnak van egy bátyja, tudod, és szobrász Kolozsváron. Szobrász? És így elkezdte nézni a saját. És valahogy lehetett tudni, az anyja nem hajlandó megmondani, hogy ki az apja. Tehát ez nem mondom meg, kész, ezt mondta. Az a te ne törődj. És árvaházba adta a fiát. Egy darabig tartotta, és aztán árvaházba adta. Mintha meg akart tőle szabadulni. De aztán fölvették a kapcsolatot.
És azért nevelkedett apátlanul, anyátlanul jó darabig a Dixi. És akkor azt mondtam, akkor menjünk föl az anyádhoz, meg akarom ismerni a Tárkányi Évát. És nem akartam, hogy először az apámhoz menjünk fel, akkor ez a két link, a Dixi meg az apám össze-vissza beszélnek, hanem akkor Tárkányi Évával akartam. Jó, fölmentünk, elvitt az Oktogonnál lakott, fölmentünk, becsöngettünk, kijön egy nő, slafrokban, és mondom, kezi csókolom, Vetró Géza vagyok. Látszott rajta megdöbben, és akkor nem voltam Vetró, akkor már Rózner voltam, de Vetró Géza vagyok. Bekísért minket a szobába. A Dixivel nem is köszöntek egymásnak, de nem részletem az összeset, szóval a Dixi megszűnt. A Dixi akkor megszűnt, onnantól kezdve csak figyelt. Nem is feszültem, ő hagyta, hogy bonyolódjanak a dolgok, én intézem meg minden. Ő kiszállt, nyilván érzékeny téma volt neki. És akkor bementünk, rögtön leültem, és ő erre megkérdezi, hogy te melyiknek a fia vagy, a Pubinak vagy az öcsinek? Mondom, én az öcsi fia vagyok, de miért nem mondja meg a Jancsinak, hogy ő meg a Pubi, mert az apámtól hallottak. Beszélni akarok előbb a Pubival. Hát akkor nyilvánvalónak tűnt, hogy azért akar beszélni vele, mert nem akar beavatkozni a családi életébe a Pubinak, hanem a Pubi beleegyezését akarja az apasághoz, gondoltam én. Azt mondja, hogy beszélni akarok a Pubival előbb. Mondom, akkor a Pubi Erdélyben van, azt mondja, tudom. Mondom, akkor jó, akkor menjünk föl most az apámhoz. Fölhívtam onnan az apám, gyertek, jön az Éva is. Fölmegyünk, taxi, én fizettem persze. És akkor fölmegyünk az apámhoz, az apám megáll az előszobába, ajtót nyit, megáll, és azt mondja, Évikém, hát Évikém, nem azért könnyezek, mert mintha nem lennél egy öreg vénkurva, hanem tudod, az emlékek, Évikém, hát te gyönyörű voltál. Ebbe megyünk. Leülünk, miért nem mondja meg, a Pubival akarok beszélni, apám is rögtön ezt kérdezte, hogy a Pubi, hát át fogunk menni, meg mit tudom én mi. Hogy jó, akkor menjen ő, de ő akar beszélni a Pubival, csak akkor hajlandó nyilatkozni. Ezt mondta a nő. Akkor még volt egy ilyen nagyon megható jelenet, hogy azt mondta az apám, hogy figyelj ide, fiú, mondj valamit. Akkor Dixi a Bibliából idézett, bizony mondom néktek a halak, a nem tudom, szóval valamilyen példabeszédet, és azt mondja, apám, hát ez tiszta Vetró. Hát ez tiszta Vetró. Kimegyünk a Pubihoz, a bátyámhoz, az apáthoz, és így. Szóval Dixi, nem lehet. Nem lehet. Miért nem? Mert így csinál. Az apám ránéz, te is ittes voltál, én is. De ő kaphatott utána, de a Dixi meg nem kaphatott, mert rendőrségi megfigyelés is volt, vagy valami is. Jó, oda költözött a kis szobába a Dixi, de három nap múlva meglépett, már megunta, és a Tárkányi Évához én néha följártam. Ja, de nem. Először az volt, hogy a Pubi, itt megállapodott egy kicsit az ügy, néhány hét múlva hallom a hírt, hogy a Pubi bácsi Erdélyből átutazóban van Pesten, az öcsénél száll meg a Baross utcába, mert kiállítása lesz Párizsban, és innen akar tovább utazni. Fölmegyek, és a legnagyobb szerencsémre csak a Pubi bácsi van a lakásban, tehát apám nem szólhatott bele, nem hiszik. Mondom, szervusz, Pubi bácsi, szervusz, mi van fiú meg, mit tudom én, mi egy magas csinos ember volt világéletében. Mondom, figyelj ide, van ez a Jancsi, ez a Gémes Jancsi a neve ugyan, de most mondd meg, ki az apa. Tessék, most mondd meg te. Azt mondja, hát egy biztos, hogy az apa nem lehet budai. Na, miért nem? Azt mondja, mert fel voltak robbantva akkor a hidak. Mondom, na, hagyjuk már ezt a lény dumát.
Különben is a Jancsi az 2 vagy 3 évvel az ostrom előtt, a hidak felrobbantása előtt született. Nekem ne dumálj itt. Szóval ne kezd ezt a vetró dumát. Most már tisztázzuk ezt a dolgot, értsd meg, a barátomról van szó. Erre azt mondja, hogy én csak akkor akarok, ha az Évával beszéltem. Mondom, idehozom neked az ezt, azt mondja, most megy este a vonaton Párizsba. Elment, eltűnt. Ez elment a Pubi bácsi, ő se akarta megmondani. Erre fölmegyek valamikor, nem tudom, hogy intéztem el, nem emlékszem, telefonon fölhívtam a Tárkányévet, megszereztem a telefonon, fölmegyek hozzá, leültem nála, és azt mondtam, hogy figyelj ide, Éva, akkor én is vetróztam már, akkor ilyen 40-es évekbeli stílust vettem föl, ahogy ezek egymás közt dumáltak az akkori kávéházadban. Figyelj ide, Éva, mondd már meg nekem, légy szíves, hogy hát, szóval most végül is mi ez? Azt mondja, jó, elmondom neked, de se a te apád, se a Pubi, nem tudjátok, és nem tudja senki ki az apa, se a Jancsinak nem mondtam meg. De ne mondd meg soha a Jancsinak. Mondom, jó, 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 csak mondd már. És akkor elkezdte mondani a történetét, ami ebben van, de nem van, ennek a könyvnek a... Ne meséld el a végét, mert akkor nem fogják elolvasni. De hogy is nem, hát nem ez a lényeg benne. Jó, bocsánat. Nem detektív regény ez, és a vége az lett, hogy kiderült, hogy egy halálos nagy szerelembe esett egy orvossal. És aztán a csecsemővel együtt menekülnie kellett, és a nagybátyámnak, a Pesten volt akkor műtermes lakása, és ott húzta meg magát. És a vendégeknek, akik jöttek akkor, azért, hogy tisztázza a nőnek a státuszát ott a lakásban, azt mondta, hogy a gyerek tőlem van, a nagybátyám azt mondta. Követhető ez? Igen. Igen. És akkor így, és a saját öccse is ezért azt hitte, az én apám ezért azt hitte, hogy így van. Ő ezt rájuk hagyta azért, mert az a szerelmi történet olyan volt, hogy nem akarta elmondani. Már azt nem lehetett. Azt csak én tudtam elmondani ebben a könyvben, nagyon jó, ügyesen csináltam. Nagyon, nagyon. Akit a részletek érdekelnek, szó szerint, hogy úgy mondjam, ebben a könyvben a történet. Igen, így van. Így zajlik. Minden szereplő. Így van. Viszont egy szereplő engem érdekelne még ebben a könyvben. Van egy, aki a Dobrovicsnak az indulását, írói indulását elősegít, ez a bizonyos Ajváz. Ez az Ajváz, ez nem a Bódi Gábor? Nem. Nem, hanem a Bódi Gábor által megismert Ajtony Árpád. Aha, de téged nem a Bódi Gábor indít, nem ő volt, hát akivel először? Ő volt az első értelmes korombeli, akivel találkoztam. Aha. és ő bemutatott egy nálunk egy évvel idősebb, tehát Aggastyánnak, aki Ajtony Árpád volt. Aha. Ajtony Árpád volt, és ő lett a mesterem. Tehát úgy volt, hogy írtam 2-3 oldalas novellát, és azt a 3 megmutattam neki. 3 a flekkes. Természetesen az egyik arról szólt, hogy hogy látogatom meg az apámat a Baross utcában. És már akkor elkezdtem írni az önéletírásomat. És akkor ő lett a mesterem. És tényleg úgy avatott föl, hogy amikor utána írtam egy hosszabb novellát, mert szerelmi drámám volt, és a írásban menekültem, akkor megírtam egy 15 oldalas gépelt novellát, és azt beadtam, és az Ajtony is elolvasta. És na most már író vagy, gyere, fölavatlak. És így az ölébe vett, így oldalt az ölébe ültem, tehát semmi homoszexuális nincs benne. Így oldalra az ölébe ültem, és ő így csinált. Most már fölállsz, mostantól író vagy. Így felavatott íróvá, és
Aztán mentem a szerelmi drámámban a egyetem előtt, és ott álltak hatan, heten, és kérdeztem, hogy mit kerestek itt, ezek az egyetemi alkotókör írói voltak, író, kezdőírói, és mondták, hogy megyünk be a magvető szerkesztőségbe, mert fiatal írókat akarnak felfedezni, mert a legfiatalabb jegyzett magyar író 40 éves most. És most van egy ilyen kampány, akkoriban így ment ez, ilyen kampány, kiadták a magvetőnek, hogy fiatal írókból kell egy antológia, és keresnek, és beadtak az alkotókörön, mondom, jó szerencsét, azt mondták, de beadtuk a te két novelládat is, mert még írtam még egy 20 lekest. És akkor gyere te is. Jó, bementünk. Kijött egy pasas, az is benne van. Kijön egy ilyen kis vékony cickány Pali, és azt mondja, melyikőtök a Rózner? Mondom, én. De gyere velem. Bevezet egy szobán, sötét szobán, egy irodába, ott ül Sík Csaba nevű szerkesztő, a könyvnek a szerkesztője, mint egy fejedelem, és azt mondja, ülj le, te vagy a legtehetségesebb, leközöljük a novelládat. Hát jó. Azt mondja, ezt a Svéd király címűt, egy antológiában. Jó, van nincs egy kötetre valód, mert szeretnénk egy kötetet is kiadni tőled. Van, persze, nem volt több. De alig vártam, hogy menjek haza és kezdjek el írni azért, hogy ezt megírom, és akkor kész, hogy kigyógyulok a szerelmi bánatból. És akkor, mielőtt elhagytam volna az iratot, azt kérdeztem, hogy és mit mondjak a kintieknek, hát kint várnak még öten. Mit mondjak azoknak, akik várják az írásukra a véleményet? Mondd meg nekik, hogy menjenek haza, és hogy sajnos, ha menjenek haza. Hát ezt én mondjam meg, és azért vettem bele azt, hogy azon a sötét irodán kellett még átmenni, mert addig gondolkoztam, hogy mit mondjak ezeknek. Hát most én, és akkor kimentem, és azt mondtam nekik, hogy mi van? Ezek hülyék, menjünk haza, azt mondták, nem kellünk. Nem. Milyen tehetségtelen, barom, ilyen szerkező. Én mondom, igen, hát ez egy hülye ez a Sík Csaba. És rohantam haza egy kockás füzetbe, szóval ez volt az indulásom akkor. Aha. Felolvashatok egy részt, mert ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Jó. A... Jó, mert nincs szám az olvasó szemben. Igen, igen. Egyébként megkérnek, hogy olvasd tőle. Szóval egy jelenet, egy rövid kis jelenet, és ezzel kapcsolatban szeretnék valamit kérdezni. Tehát az jelenet úgy zajlik, hogy Dobrovics beérte Doxát. Tehát Bereményi Dixit. Igen, pont. Tehát gondolta Bereményi, jobb, ha kussol, nem egyébként Doxa. Annyira váratlan volt az egész. Mentek. Doxa egészen addig csak is olyasféle dumákat lökött, mint a törzs tagjai. Márpedig azok megvetéssel sújtottak minden régiséget, a saját és az elődeik múltbeli életét. Túlléptek rajta, felejtésre ítélték, megvetették az egész összefüggéstelen szövevényt, tehát a múltat. És a kérdésem arra vonatkozó, hogy valóban ez a mondjuk ilyen múlt megvetés jellemezte a 70-es éveket, mert ebbe nagyon hangsúlyos szerintem ez a 60-as évek. Ez a 60-as évek, tehát ez a múlt megvetés, hogy így elhatárolódni mindent, amit a szülők. Legalábbis annak a társaságnak, amiben én jártam, igen. Igen. De hát mit lehetett a múlton? Hát a szülők nem beszéltek, azok is kussoltak, és semmi, hát akkor ott van egy unalmas apám, anyám, így. Hát szóval, akit érdekelt, akik szellemi táplálékot akadt, az nem otthonról kapta, hanem egymástól. Aha. Így mondhatnám. Ez egyébként érdekes, mert elmeséled azt, hogy a nagypapád nagyon sokat mesélt. Igen. Tehát ezen nevelkedtél föl. Első világháborús történetek. De aztán 56-ban elhallgatott. Ugye ezt egy 8 évvel fiatalabb író kollégáddal beszélgetve arra jutottatok, hogy ő azt mondta neked, irigykedve, hogy milyen jó neked, hogy volt egy ilyen nagypapád, aki mesélt, mert az ő szülei semmit nem mesélnek. Igen. És akkor ugye eszedbe jutott, hogy 56-ban a te nagypapád is elhallgatott. Igen, de nem pont 56-ban, de 56-tól hallgatott. Aha. De nem elmesélt mindent, neki ennyi elmesélni való volt, az összes dolgot elmondta. És utána megnőttem,
Hát megnőttem, az azt jelenti, hogy 8 éves lettem, vagy mennyi. Dehogy is, 6 éves vagy 7 éves lettem, addig mesélt. Nem, 6 éves koromban elvittek. Onnantól visszajártam hozzá, vasárnapokként. És akkor már nem mesélt. Hát így tulajdonképpen. De 56 úgy játszott közre, hogy 56-tól senki nem mesélt felnőtt. Aha. Mi történt akkor? Hogyan emlékszel erre? Akkor az más szezú, más határvonal volt, 56, mint az volt az első határvonal. Előzőleg volt a második világháború vége, de azután születtünk. Igen, és akkor onnan hallgattak, a második világháborúban már hallgattak. És aztán, szóval a nagyapám akkor hallgatott el a tájt. Aha. De akkor ezek szerint azért, mert kifogyott a történetekből, és nem azért, mert eljut mondjuk nem, a kádárkori amnézió. Most azt mondanom, hogy azért, mert nagy fiúnak tartott már, aha, és kicsit idegenkedett tőlem. Szerette, hogy a szájtáti gyereket elkápráztatja azzal, hogy és úgy használt. De tartott tőlem már, hogy följelentem, vagy nem tudom, miért szóval valami, és nem tudom. Nem tudom, egyszer elhallgatott már erről a dologról, és úgy tudta, hogy én kimegyek a társadalom, és ott veszélyek vannak. Aha. Oké. Jó. Filmek. Váltsunk, már hogy én szeretnék egy kicsit a filmekről beszélgetni veled. Gondolom többen tudják, hogy Bereményi Géza forgatókönyveket is írt, és filmeket is rendezett, és olyan nagyszerű filmek forgatókönyvét írta, mint a Megáll az idő, Gotthárd Péter, vagy a Veri az ördög a feleségét, illetve a Nagy generáció. Uh-huh. Megáll az idővel kapcsolatban szeretnék tőled kérdezni valamit, de előtte egy élményemet mesélném el, hogy én ezt nagyon szeretem, ezt a filmet, tanítom is, tök jó film. És most, hogy így olvastam az életművedet, és tényleg mindent elolvastam, egyszer rájöttem, hogy minden, ami abban a filmben van, az a te novelláidban van, és onnét kerül át a filmet, hogy ezek a te történeteid. De minden. Az a kamaszkorom. Így van, és nagyon fontos, hogy még az a mondat is, hogy emlékeznek, hogy na most akkor itt fogunk élni. Ugye ez a híres, amivel indul a film. Hát akkor itt fogunk élni. Ugye ez is a te történeted, a szüleid kérdezték tőled 56-ban, hogy akkor kimenjünk, Gézuka? Igen. És te azt mondtad, hogy ne, és akkor erre azt mondták a szüleid, hogy hát akkor itt fogunk élni. Igen. Tehát most, meg a Szukics, Magda, Pierre, ezek mind a te karaktereid. Igen. Szóval ez, én mindig azt hittem, hogy ez a Gotthárd Péter, én is úgy is képzeltem el, hogy ez a Gotthárd Péternek a gyerekkora. Meg ugye a filmtörténet írásban van egy ilyen rendezőcentrikusság, tehát persze, hogy ez a Gotthárd Péter film. Igen. De kiderült, hogy ezek mind a te történeteid, szóval a kérdésem az arra vonatkozom, hogy ez nem esik-e neked rosszul, hogy tulajdonképpen a te történeteidet hát oda van írva, hogy írta Bereményi Géza, bár a Gotthár oda is odaírta a nevét. És Gotthár Péter. Igen. Szóval ez neked nem rossz, hogy mondjuk ezeket a filmeket nem hozzád kötik elsősorban, noha ezek mind a te történeteid, hanem... Tehát, hogyha nagyon rosszul esne, hát tudtam, hogy a filmesek hülyék. És te is az lettél az aztán. Légkör. De én nem lettem filmes, én filmeztem. És nem érdekeltek ezek a lopások. Jó, rosszul esett. Jó, rosszul esett, de hiába mondtam volna bárkinek, szóval nem. Ott volt ugyan, de mindegy. Ez a izé. Aha. Ami még nagyon érdekelne, ezzel a hallgatókkal is szoktunk erről beszélni, hogy ezek hogy mentek át a cenzúrán ezek a filmek. Tehát azért Megáll az időben szerintem ugye arra tanítják a gyerekeket, hogyan kell hazudni a szülők. Hogyan kell a kádárkor túlélni hazugságokkal. Igen. Azért ez egy nagyon vitriolos kritikai rendszernek, hogy a Veri az ördög a feleségét, ugye ott az ideológia és a párt elit, hogyan szakad el a kádári kispolgártól, ezek nem? Hogyan akkor, mentek akkor, át mint a kor tanulja, azt így, állíthatom, kérdezem, hogy ez a Megáll az idő, azt hiszem 1982. Így van, így van, 82. Igen. Na most a 89-es, az, hogy az oroszok kimennek az országból, Magyarországról, igen, vagyis a rendszerváltás, vagy mi, az előbb elkezdődött. Hirtelen nagyon tanácstalanok lettek a magyar funkcionárisok, nevezzem így. Nem kaptak parancsot, ukázt Moszkvából, nem tudom, hogy mi volt. Egyszer csak, hogy az ember megírt valamit, például, és azt gondolta, ez úgy se jelenik, meg megjelenhetett. Aha.
Na így. Én erről nem tudtam, én azt a saját bőrömön tapasztaltam, hogy én magam csodálkoztam. Aha. Én magam csodálkoztam, hogy ezt a forgatókönyv átment. Tehát azt nem tudod, hogy mi történt a háttérben, vagy hogy milyen kultúrpolitikai viták voltak ezekről a filmekről, nem, és még hogy mi adott zöld lámpát. Véget ért az a merev izé, és maguk a magyar filmrendezők is tanácstalanok lettek, mert ahhoz voltak szokva, hogy ez az alkutárgya a mindenik forgatókönyv, minden. És hát nem lehetett rendesen, hogy, mert hát saját fiaik kiröhögték őket, szóval, és ennek semmi következménye nem lett. Szóval ez lassan szivárgott szét. Aha, észrevétlenül. És a filmezés az mindig, mivel a legpénzigényesebb műfaj, az mindig előbb reagál a többinél. Szóval előbb meglátszik rajta, mint egy lovon, beteg lovon vagy mint. Aha. Előbb látszik meg. Azon rajta van minden. Aha. És így. Ez volt az első film, hát mindenki el volt képedve tőle. Igen, abszolút. Nem kritikus. És ugye a Veri az ördög a feleségével kapcsolatban van az anekdóta, hogy mindenki izgult, hogy átmegye, mármint a filmesek, akik készítették, és volt ez a vetítés, ahol beült a Kádár János, de ezt nem hallottam? Nem. Akkor na mondjad! Dermed csönt, hogy akkor most mi lesz, tehát hogy zöld lámpa vagy piros lámpa a vetítés végén, és állítok, Kádár János úgy elkezdett nevetni, hogy mindenki tudta, hogy ez a film át fog menni. Tehát nagyon tetszett ez neki. Ez mutatja, hogy maga Kádár János is tanácstalan volt, hogy a nevetett. Tehát jól mulatott, ugye, mert ez egy ilyen vígjáték a Vetro elvtársa. Tehát ez talán azt igazolja, amit mondtam, hogy a UKÁSZ Moszkvából nem küldték a Kádár. Így van, és már Kádár is boldogan nevetett. De ha nem is igaz, lehet, hogy nem igaz. Csak ezt az emberek, ez a legenda persze, hogy az olasz mondja, se non è vero, è buon trovato. Ha nem is igaz, jól el van találva. Igen. És nem csak forgatókönyveket írtál, hanem filmeket is rendeztél, Tanítványok, Eldorado, Turné, Hídember. Hogyan kezdtél el filmezni addig? Vagy rendezni? Bocsánat, rendezni, igen. Rendezni. Na hát ez akkor most ez végre kapcsolódik az egyik témánk a másikhoz. Nem, ez nem neked szól. Nem vettem magamra. Nem, hanem, hogy mivel az idő miatt. Igen. Hogy mivel volt ez a 80-as évek elején, 1980-as évek elején elkezdődő tanástalanság, puhulás, ilyesmi, akkor a Nemeskürti István nevű stúdióvezető, akinek a stúdiába készült a Megáll az idő, az behivatott engem egyszer reggel 8-ra, azért a dátumra nem emlékszem, csak a reggel, az órákra aznap, mert egy nap alatt történt minden. Hogy azt mondta, hogy reggel 8-ra behivatott a Nemeskürti, beültünk az irodába, és azt mondta nekem, hogy figyelj ide, engem ki fognak rúgni ennek a naptári évnek a végén, eltávolítanak a stúdió éléről. A stúdiómnak még egy filmre van pénze. Azt akarom, hogy ennek a filmnek a forgatókönyvét te írd meg. És mondom, hát nagyon rosszkor szóltál, mert én éppen a napokban határoztam, hogy soha többet. Nem, és itt is kapcsolódik. Igen. Soha többet nem írok forgatókönyvet. Mert egy forgatókönyvírás az hátrányos helyzetű szakma, én író akarok lenni továbbra is, meg dalszövegeket írni, verseket, én irodalommal akarok foglalkozni, soha. Szóval, de értsd meg, hogy bármelyik rendezőt megnevezed, akkor az szívesen, az összes magyar rendező szívesen csinál a filmet abból a forgatókönyvből. Mondom, nem tudsz olyan rendezőt mondani. Szóval de, mondom ki, te. Ja, az más. Hát ezt még nem próbáltam meg, mit tudom én mi. Csak hát nem tudtam, hogy mi. És azt mondta, hogy megadott egy időpontot, hogy addigra hozzam. Azt mondta, figyelj ide, ne mondd el senkinek, most már elmondhatom, ne mondd el senkinek, el sem fogom olvasni. Stúdió tanács elé terjesztem, mindenkinek azt mondom, hogy remek, ők is azt fogják erre mondani, hogy remek, és akkor elkezdheted rendezni, és akkor a jó helyre kerül az utolsó pénze a stúdiónak.
És ezt a csínyt még megengedhettem magamnak, ezt az utolsó csínyt. Na ez volt a mondása. Aha. És még mindőzött, a kezét gondolta, engem is jól befűzni. És akkor az időpont bűvületébe estem, és mentem el tőle, és délben találkoztam egy barátommal, aki szociológus volt. És együtt ebédeltünk, emlékszem. És nem mondtam neki ezt a nemeskürtit, hanem ő kezdett mesélni, hogy mit csinál, mint szociológus, mert akkor váltott erre. És mondta, hogy szociológia történettel foglalkozom, és képzeld el, Magyarországon a két világháború között volt egy titkos társaság. Titkos társaság, mondtam, rögtön fölfigyeltem. És azt mondja, hogy titkos társaság a jogi karon az egyetemen egy dr. Magyari Zoltán nevű professzor statisztikailag a diákok csoportjával felmérték Magyarországot, és egy Magyarország technikai és közigazgatási felújítását megtervezték, egy új országot terveztek, és ezek a izék, és ez a magyari professzor tanítvány, ezek azóta is egy titkos társaság a társadalomban. És mondom, ez engem érdekelne. Azt mondja, hogy jó, adok a magyari professzortól szakkönyveket neked a közigazgatás. Mondom, nem, engem az érdekel, hogy éle még valaki ezek közül, a diákok közül, és annak, ha van emlékiratai, vagy azzal szeretnék beszélni. Szóval persze, a dr. Szaniszló József, Józsi bácsi, az annak, és még aznap délután telefonált, aznap délután fölmentünk hozzá, és ilyen sárgult gépelt papíron egy életrajzot kaptam, egy paraszt gyerek, hogy kerül föl Pestre, meg mit tudom én mi. Könnyű volt belőle a forgatókönyvet írni, mert személyes volt meg mi, és még a helyébe is tudtam magam képzelni, szóval volt autobiografikus izé, hogy az apjától nem búcsúzik, szóval még meg ilyesmi. És a professzor meg így. És akkor így állt össze magától ez a dolog. Így lett a tanítványok, ugye az első film. És utána következett az Eldorado, ami nagyon nagy siker. Szólt. Pontosan, és ezt akartam kérdezni, hogy ugye a nagyapád történetét, a betegséget történt, a diftériát, ugye ami fontos esemény a filmben, azt megírtad már. Jézus újságot olvas egy külön novellában, az Eldorado-ban. Miért tartod fontosnak, hogy ezek a történetek egy más művészeti ágban is megjelenjenek? Tehát, hogy miért fontos, hogy ezeket transportáld egy másik médiumban? Hát nem tudom. Ez... Hát azért, mert engem ezek foglalkoztatnak, és egy író arról írjon, ami foglalkoztat, amiben személyes. És a legszemélyesebb, a személyesembe tudok lenni. Aha. De egyébként nem vagyok egyedül, nagyon sokan itt csinálják. És van, szóval szinte két írófajta van. Van, aki teljesen fikcióban dolgozik, jéghidegen valami fikcióban, és az, aki Dickens is teljesen személyes, mindenki. Hát a elveszett illúziók Balzactól, hát az teljesen a Balzac megírta, a lelki rokonát adta főszereplőben. Meg így sorolhatnám. Igen. Hát az Ottlik Géza Iskola a határon című könyve az egyetlen valamire való magyar könyv abból az időből. Hát az is teljesen élő szereplők. Aha. Nem is a katonai iskola, hát igen. Tehát most nem is erre kérdeztem rá, hogy miért újra az önéletrajz, hanem hogy az irodalmi szöveg az mennyiben változik meg, vagy egy megírt történet mennyiben változik meg, amikor film lesz belőle? Tehát hogy a filmes látásmód hogyan alakítja a történetet? Ja, másképp kezeli a történetet egy film, mint a prózaírás, mint a regény. Igen, és ez... Másképp kezeli. Igen. És ez hogyan, miben látod ezt a különbséget, hogy hogyan változik meg a te történetünk? Hát, először saját tapasztalatomból, mert a megáll az időt, az Isten újja segített abban, hogy úgy írtam meg, aha, valahogyan megírtam, hogy éreztem, hogy így lesz komplett a történet, és a saját életem szereplőit kombináltam. Igen. És de nem értettem, hogy mitől jó, gondolkoztam rajta, hogy mitől jó, akkor vettem vissza, hogy melyik szereplő, mikor bukkan föl és hogyan. És aztán egy forgatókönyvírói tankönyvet, egy amerikait olvastam, mert ezt lehet tanítani. Sőt, én is tanítottam később, a saját tapasztalataimból és az izéből
tankönyvben, hogy hogyan kezeli egy film a történetet, mert a film az az idővel bánik. Hát másképp nézünk egy filmet, mint hogy olvasunk egy könyvet. A film az idővel bánik, mert másfél-két óra alatt kell, annyit bírunk ki, azt tudja. Hogyan bánik azon a másfél óra alatt, hogyan mondhat el valamit egy története. Egy könyvben pedig ugye nem tudod egyfolytában olvasni, meg nem tudom mi, az más a tempó, más a izé. És a filmben, hogy az hogyan töltött ki azt a megszabott időt, annak mint egy óraműnek olyannak kell lennie. És nem véletlen, az világ összes jó filmje hasonlít ugyanabban a sémában a történetkezelésben. Mindegyik. Mindegyik. Még a marha hosszú Tarkovszki filmek is. Hogy mikor bukkan föl egy új szereplő, hogy hanyadik percben körülbelül melyik szakaszában a filmnek kell egy fordulópontnak lennie a történetkezelésben. Így. És még az a film is, amelyiknek nincs története, tehát vannak ilyenek, az is, hogy mikor tesz le egy poharat, és mikor vált másik tárgyat, hogyha egy nő van egyedül egy szobában, vagy valami. Mert azt is meg lehet jól csinálni, az mozdulatsort, vagy mit tudom én, szóval az összes izé, és annak mind van egy sémája, ugyanarra a sémára megy. És hogyha azt tudja az ember, akkor tudja tanítani, és hogyha hibásan kezelnek egy forgatókönyvben egy történetet, akkor lehet figyelmeztetni annak alapján az illetőt, hogy itt nem történt, nem bukkadt föl új szereplő, nem történt fordulat a történetben. És hogy mennyi időn belül kell például, ez közhely, tanítják, hogy fél órán belül a filmidő, tehát az óra szerint, fél órán belül, de a 31. percben már késő, fél órán belül az első nagy fordulópontnak meg kell történnie a filmben. Az úgynevezett első fordulópont, az egy ilyen misztikus dolog. És aztán a filmben hány jelenetenként változik. És ez nem egy nagy trükk, mert hogyha megvan a történeted, vagy a szereplőid nagyjából, akkor úgy csoportosítod őket. Hogyan csak? Szóval a forgatókönyvírás egy szakma. Ezért is nézik le a rendezők, meg a ízik, mert azok azt hiszik, hogy ők teremtik azzal, hogy a színész alkalmazzák. Nagyon fontos persze, de hát mindegy. Nagy siker lett az Eldorado. Európai filmdíjat kaptál abban az évben. Igen. Nem kezdtek el ostromolni ajánlatokkal Magyarországon, külföldön, hogy rendez még? Hát ez túl hosszú történet. Ez túl hosszú történet. Igen, ezzel elmehetünk nagyon messzire, de okay. Csak mondom, hogy de igen, de nem, rajtam is múlott, és így tovább. De én ismerem a történetet, hogy átvetted a díjat, azt nem mesélni, de mert szerintem, ha nem ismerik, akkor szerintem az jó. Hát anekdotának ez a legjobb. Tehát, hogyha itt anekdotázok, jó. Tehát, összetett, mint egy óra szerkezet. Tehát, Párizsban a Théâtre du Champs-Élysées nevű színházban, ami egy nagy színházterem, összehívták a előzsűri által kiválasztott filmeket mindegyik országból, amelyik megérdemelte, olyan ország is volt, amelyik nem érdemelte meg, tehát onnan nem választottak ki, és Magyarországra az Eldorádot választották ki. És mindegyik filmet nomináltak, vagyis beneveztek, az az előzsűri, amelyik válogatott, és az Eldorado az 6 díjra volt benevezve, legjobb rendezés, legjobb forgatókönyv, legjobb zene, legjobb izé, mert nagyon imádták, mert a Európában akkor mentek ki az oroszok, és érdekes volt Kelet-Európa, és ez kelet-európai filmnek számított. Tehát nagyon nagy esélye volt. 6-an mentünk ki, mi magyarok, és még kiment egy kategóriában, a dokumentumfilm kategóriában, amiben már odaítélték, aminél nem ez volt az eljárás, már odaítélték az első időt, és lehetett tudni, hogy a Böszörményi Géza és a Gyarmati Lívia nyerték azt a izét, magyar film nyerte azt is, és ők hátul ültek a Théâtre du Champs-Élysées legutolsó sora mögött, várva, hogy szólítsák őket.
És a szertartás a következő volt. Mi rendezők, nominált rendezők a legelső sorban ültünk. Mellettem egy szovjet rendező, akkor még Szovjetunió volt. És akkor bejött két színész, francia színész, mi van, Théâtre des Champs-Élysées színészei, és bemondták, hogy mondták a nevet, melyik kategória, mi a neve, följött, átvette a díjat, az illető megtapsolták, a kivetítőn a filmből bejátszottak egy-két perces részletet, és utána a rendező odament a kezében a díjjal, és megköszönt az édesanyjának, meg a barátainak, hogy ő megcsinálta ezt a filmet, meg a hazájának, vagy mit tudom én mit. Majd ment, és bejött két másik színész, és így mondtak, va-va-va. Na, ez volt a szertartás rend, mert ez nagyon fontos lesz később. És én olasz szakos voltam, én olasz alapján értettem valamennyire franciául, meg valamennyire, szóval nagyjából értettem, de volt, amikor nem értettem egy szót sem. Mögöttem ült a többi magyar, akit nomináltak az Eldorado stábjából. Hátrébb, mindegy. A legjobb férfi főszerepet is kaphatta volna. És akkor és lehetett, kiderült, hogy szóval a kategóriák voltak, hogy különböző filmek, szóval azt hiszem kisfilm kategória volt, és így egyre jelentősebb francia színészek bukkantak elő, színészpárok, és abból lehetett tudni, úgyhogy haladunk a legfontosabbak felé, a legfontosabb díjak felé, és már valami 4 vagy 5 volt, amikor bejön két számomra teljesen ismeretlen férfi színész, színésznő, és mondják, hogy Géza Bezermeni, akkor hátulról kérdezik, mert Géza, menj ki! Menj ki! És ezek meg így néznek, hol van már. És erre kimegyek, és átveszem a díjat, ezt közvetíti 28 ország televízió, közben édesanyám is nézi. Átveszem a díjat, hátra nézek, és látom, hogy Böszörményi Géza és Gyarmati Lilia jönnek hátulról, futva. Hát Géza Böszörményi. Tehát átvettem az ő díjukat. 28 ország közvetíti. Pokoli volt. Ekkor, ja nem így. Átveszem a díjat, oda nézek a kivetítőre, látom, megjelenik egy nagy, kendős parasztasszony, és azt mondta, nagyon sokat szenvedtünk a II. Világháborúban, nem tudom, hogy mi, és oldalra nézik, és látom, hogy futnak ezek. Tehát 20 ország televízió még a bejátszást látja. Ekkor meglátom őket, és egy hang, de van ilyen, hogy egy hang azt mondta, tűnj el! Odaadtam belső hangot. Odaadtam, a kezében nyomtam a francia színésznőnek a ízet, akkor nem értette, visszavette, és így megálltam a hátuk mögött, így, mint egy londiner, és így. Ja, és a gyarmati liveek meg ilyen sokban jöttek föl, mert ezért nagyon feszült hely az a színpad, meg egyébként is nyilván ott azért jöttek olyan kicsit később, mert hátul voltak, de azt mondta, hogy teljesen a lelki füleimmel hallottam, hogy azt mondta mi ismertem mind a kettőt, hogy a Böszörményi Géza azt mondja, de hát a Bereményi fölvett, átvette Lívia helyettünk a díjat. Az is így nézett, hogy mi? Hát ez őrület, mondták. Igen. Azt mondta erre a gyarmati Lívia szerintem, hogy le van szarva a Beremény, hát Bereményi. És ezért érkeztek később, mert nyilván ez volt, hogy és akkor én ott állok hátul, és így mennek el mellettem, és ugye a gyarmati Lívia meg is lökött, de az izéből, mert táprázott a szeme, és erre én mondom neki, hogy elnézést, Lívia. De hát ő pedig átveszte a díjat, és akkor az édesanyám meg 28 ország tévéje látta, hogy akkor vége a parasztasz, hogy kipanaszkodta magát, és akkor oda vágnak, és a gyarmati Lívia meg a Böszörményi Géza oda elmennek a mikrofonhoz, és azt mondták, hogy köszönjük szépen az édesanyáknak.
És a franc, persze senki nem értett a hivatalos személyek közül, mit tudom én mi van. Én pedig így arra szolgattam, mert láttam, hogy jelentéktelen kezdek válni, tehát most meg lehet, és a hátsó oldalsó járáson a színpadról lejöttem, eljöttem az első sor előtt, visszaültem a helyemre. És a mellettem ülő szovjet rendező azt mondta, hogy Nustó Géza. És akkor tudtam, jöttek az új párok, és hívást, és akkor tudtam, ha én most nem nyerek valamit, akkor egész életemben meg vagyok pecsétel, vagy rohangál is átveszem második díját. És akkor így telt, múlt az idő, jöttek, ilyen kategória, olyan kategória, és ez csak megjelenik a Yves Montand és a Melina Mercouri, mindegyik majdnem 2 méteres, ilyen magasan, és megállnak világhírű két színész, és mondják, hogy Eldorado, hát akkor már értette vagy ezért, Géza Bereményi. És így várunk, és akkor én azt mondtam magamban, most elszámolok magamban 10. És amíg ők is már, hol van már, szóval így, és hát a színész mindent eljátszik, tudod, hogy ki lehet ez a nagy ember, hol? És akkor fölmentem, a vállukig értem, és akkor átvettem a díjat, és akkor mit tudom, megköszöntem, nem tudom, hogy kinek, minek, mit tudom, mit, valamit ott motyogtam, és akkor angolul, és akkor visszaültem, és aztán vége lett, utána már csak egy kategória volt, végre lett, kimentünk az előcsarnokba, és ott elmentem a Lívia mellett, és mondtam neki, elnézést, Lívia, ugyan már Géza. Gratulálok. De mit szólt volna, hogyha... Hú. És édesem kérdezte, mi volt az Géza? Szóval ez a vidám része, és akkor vannak, hogy úgy mondjam, meg ezek a jó elkészült filmek, de vannak olyan filmterveid, amik nem készültek el, igen, sajnos. Volt ez a Levédia, tehát akartál a honfoglalásról egy filmet csinálni, és ez a, ennek a Levédia aminek a vége a honfoglalás lett volna. Igen. Tehát az hogy Levédiában élnek a magyar törzsek, van a Kazár Birodalom, a Kagán és a Kagán Bek vezetésében kettős vezetés alatt lévő birodalom, és ebből a birodalomból hogyan jönnek el, aha, egy apa az álmos vezetésével és a fiát, vagy, és a határon rituálisan megölik az álmost, amit följe is jegyeztek a krónikák, hogy nem lehet át a vezér a földre, a sztyeppe törvényei szerint. Igen, és a honfoglalás lett volna a vége. Igen. Ez nagyon messzire jutott ez a projekt, már a helyszínkeresés volt, szereplővállalatás. De aztán kiderült, hogy egy másik filmet, másik rendező is írt, vagy iratott egy forgatókönyv, és az a honfoglalás című film. Amit és ez akkor ugye háttérbe szorult. Mert... És volt még két filmterved, az egyik az a Hunyadi, igen, Jánosról, a másik pedig Kádár Jánosról szólna. Igen. Ez nagyon izgalmas, szerintem nagyon fontos lenne, hogy Kádár Jánosról legyen egy jó film. Hát a Kádár János az egy film írás megkezdésekor, az ember nem szokta még tudni, hogy miről szól egy film, pedig nagyon fontos, hogy a forgatókönyvről tudja, hogy miről szól egy film. Miközben írja a film történetét a forgatókönyvről, akkor rá kell jönnie közben, hogy miről szól tulajdonképpen. Tulajdonképpen ez a legjobb, hogyha egy szóval kifejezhető. A magányról, mit tudom én, hogy ez tulajdonképpen, ami minden jelenetben az az érzés, amiről szól, azt is tudnia kell. De ez volt az egyetlen, ez a Kádár film téma, amiről pontosan tudtam, hogy miről szól, miről fog szólni, és azért is. A barátom, hogy John Togai, azt küzdetett föl erre, hogy írjuk meg együtt, de amikor eszembe jutott, hogy hogy mi volt Kádár János, a 20. század embere. Ő 1912-ben született, 2 éves korában kezdődött a világháború, a 20. századról szóló ember úgy néz ki, mint a 20. század.
És szerintem innen visszatekintve azért nem volt rossz ötlet, nem lett volna rossz ötlet megcsinálni, mert a Kádárján pont úgy néz ki, mint a 20. század. A 20. század megtestesítője. Olyan, mint az a két világháborús század. Na. Ez viszont a legutóbb megjelent köteted, a versek, amit majd ki fogunk sorsolni a jelenlévők közt. Viszont ugye ebben összegzed a Cseh Tamásnak írt és másoknak írt dalszövegeket. Elmondhatok egyet? Mindenképpen. Jó. Jó. Ezt tudom kívülről, azt szeretném elmondani. Shakespeare-ről szól. Elárulom előre. Hol volt és hol nem volt Dániában egy királyfi, aki egy szép napon, hogy leplezze titkát, mely rosszra vinné, bolondot mémelt a borzalom. Bolondok között így lévén józan, mérgezett kardba ütközött, strónjában nyugodt urak beültek, székelvén béke és harc között. Ám egy királyfi úgy hala meg, hogy adának neki díszsír helyett. És eme sírt, ó borzalom, láthatni ma is a színpadon. E kies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. E kies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Egy sötét éjjel neje nyakára helyezte kezét egy mór vezér. Belőle végén a szuszt kinyomta, a látványt így nem zavarta vér. Látjátok, micsoda kacskaringók jellemzik szívünk útjait? Vacogva sandítunk tükreinkbe, hol a kulcs, mely minden zár kinyit? Itt állunk úgy, mint a mórvezér, magunk kifosztva, másokért. Itt állunk, és a szánk nyitva van, hogy miket tud ez a Shakespeare William. Valószerűtlen púpot a háton, valószerűvé tenni kell, méghozzá úgy, hogy világnak hátát hajlítni kell egy púpig el. És ha egy gigászi gerinc is hajlik, Richardnak púpja nagy mintát követ. Meggörbett időben, meggörbett férfi, legelső divatfi még lehet. Viszkető háttal bámuljuk őt, idők hajlását felismerőt, mert Richard király a nagy vég előtt négy felvonásra ugyan, de divatba jött. Kies adában mutas nekem egy oly nagy ravasz, mint Shakespeare William. Na. Köszönjük szépen! Én úgy emlékszem, hogy ezt Cseh Tamás is énekelt, ugye? Igen. Ez azért érdekes, mert így elolvasva ezt a kötetet, itt vannak a Cseh Tamás versek is ebben, vagy azok a dalszöveg, amiket neki... Miket beszélt? Bereményi versek. Na jó, erről mindjárt fogunk beszélgetni. Más versek. Nem, ilyen, Bereményi versek, bocsánat, versek. Dalok, Cseh Tamás daluk. Ja, Cseh Tamás. Ne haragudj. Elnézést kérek. Ja, fogok erről még beszélni. Még beszélhetsz erről ma. Rendben. Szóval, igen. Szóval, hogy olvastam ezeket a Bereményi verseket, az volt a benyomásom, hogy ezek részben szomorú versek, vagy vannak szomorú versek, mint az 1974-es év, ami nagyon szörnyű év volt az életedben, vagy nosztalgikusak, amik számomra szintén szomorúak, mert a nosztalgia számomra arról szól, hogy a múltban valami elveszett, ami most már egy boldogságot elveszett, és most már minden sivár, nekem a nosztalgia kicsit erről szól. De, mint ahogy ebben a versben, amit előadtál, van egy csomó humor, vidámság, szabadság, és így tovább. Ugyanakkor, amikor én ezzel a Cseh Tamás verseket, és akkor most Cseh Tamás dalokról, bocsánat, dalokról, a terminus használatra figyelni fogok, tehát, hogy a Cseh Tamás dalokat hallgattam a 80-es, 90-es években Magnó kazettáról, igen, akkor én azokat nem szerettem. Azért, és ezeket a verseket meg valahogy szerettem, a te verseidet. Mert irodalmi ember vagy, hát igen, persze. Azért. Meg azért, és ezt most kérdezem tőled, hogy nem lehet, hogy azért voltak nekem, mert olyan nagyon szomorúak voltak, így ömlött belőlük a szomorúság, és így mind lezúztak. Nem lehet az, hogy a Cseh Tamás zenéje, ahogy megzenésítette a te szövegeidet, az áttolt egy ilyen nagyon szomorú regiszterbe. Ezeket az amúgy sokszor nem játékos és nem a zenéje, hanem volt benne egy panaszkodó is, meg mit tudom én mi, de hát az abban korban beleillett. Nem, mert én zenére írtam ezeket. Szóval egyik kedvenc költőm a Vörös Sándor,
A vers születése című doktori disszertációban, ő doktor Vörös Sándor lett. A vers születése című disszertációban saját tapasztalatai alapján megírta, hogy hogyan lesz vers valamiből. És azt állította, és ezt azóta többen is igazolták, hogy mindig először a versnek a ritmusa, a hangulata, az érzése van meg, nincsenek szavak. Ezért járkál sok költő versírás közben. A ritmust járja le a szobában, és aztán leül és arra, azok hozzák elő a szavakat, mert nem szóbeli megfogalmazás van, hiszen a sámán is üti a dobot addig, míg révületbe nem kerül, és akkor mondja a mondani valóját. És még sorolhatnám, hogy hányan mondták a Oszip Mandelstámnak a felesége írta, hogy a férje járkált versírás közben így ízik. Tehát nekem pedig a Tamás játszott, gitáron pengetett, és azt a dallamot játszotta, dúdolta, amire várta a szöveget. Uh-huh. És én arra írtam ezeket. Uh-huh. Mindegy. Jó, ezt nem cáfoltam azzal. Nem cáfoltad, hogy nekem szomorúak ezek, vagy az Cseh Tamás dalok. Jó, viszont ha már így... Tamásra akarom tolni. Igen. De ha már így ez a traumát kibukott, akkor azt azért megkérdezném. Ugye azt gondolom, hogy ebben az országban, vagy legalábbis feltételezem, hogy talán téged mégiscsak a Cseh Tamás dalok alapján ismernek a legtöbben. Szóval, hogy nem zavar téged az, hogy te tulajdonképpen valahogy mindig Cseh Tamás árnyékában voltál, mert ő volt a Rivalda fényben, ő adta elő a dalokat. Ez a helyzet, ez a munka megosztás nem zavar téged, vagy nem, hogy mégiscsak a te szövegeidet mondja. És mindenki azt hitte, hogy... Egy beszélgetésemet mondjam el a Tamással. Igen, mondd el egy beszélgetésedet. Egyszer a Tamás azt mondta nekem, mert azért mind a ketten szerepzavarban voltunk, amikor már jó sok éve már beérett volt a munkakapcsolat, akkor azt mondta nekem, hogy Géza, te vald be nekem, hogy te még egy kocsmába sem mernéd elmondani azt, amit leírsz a nekem írt szövegekbe. Hát mondom, nem merném elmondani, én nem. Azt mondja, de hát odaadod nekem, hogy én menjek ki a színpadra, és én vigyem el a balhét emiatt, tehát te gyáva vagy. Na, igen, én gyáva vagyok, Tamás, egy kocsmába sem venném elmondani, de te meg bevallottam nekem 2 évvel ezelőtt, hogy évekig kell énekelned egy-egy dalt, hogy rájöjj arra, hogy miről szólna. Tehát te meg tudatlan vagy. Tehát egy gyávának és egy tudatlannak az együttműködéséből lettek ezek a dalok. Na, ezt tudom erre mondani. De... Jó, megérdemeltem, egy gyáva vagyok én, de én hamis van, nem tudok énekelni. Na. De ennek a gyávának és ennek a tudatlannak a munkakapcsolata egy nagyon-nagyon virágzó és több évtizedig virágzó, sikeres munkakapcsolat volt. Hogyan kezdődött ez az egész együttműködésetek? Mesélj már, hogy hogyan találkoztatok? Hogy lettetek ilyen szoros munkakapcsolat? Hogy éjjel 1 és fél 2 között a Kossuth Lajos utcába mentünk Pesten egy 15 fős horda, és élén 2 ember, a Szent Jóbi Tamás nevű hosszú, világos szőkehajú férfi, majdnem a derekáig ért a haja, és én mellette beszélgetve, és mögöttünk jött egy ilyen társaság, fiúk, lányok, vegyese, mentünk az egyetlen éjszaka is nyitva tartó helyre Pesten, ami a Dohány utcában volt akkor. Kiabálták a túlsó, megállt egy taxi a túloldalon éjjel, és kiszállt belőle egy ismeretlen a Cseh Tamás, és átkiabította az, hogy Tamás a Szent Jóbinak, és kifizette a taxit, és akkor mentünk. És kérdeztem a Szent Jóbit, hogy ki ez, és azt mondta, hogy ez a Cseh Tamás, én már hallottam róla akkor már valamit, hogy elemi iskolai rajztanár, és angol szövegeket szokott énekelni, és a gitárján pötyög. És mentünk tovább, mert mit tudom én, mit tán akkor bemutatkoztunk egymásnak, és mentünk arra a helyre, leültünk egymással szemben, kerültünk, és akkor én azt mondtam neki, hogy figyelj ide, nekem régi vágyam, hogy dalszövegeket írjak.
és szeretnék neked dalszöveget írni. De ekkor láttam, hogy megváltozott, és ilyen furcsán néz rám. Későbbi tudomásom szerint azt hitte, hogy belügyis besúgó vagyok, aki ezzel az ürüggyel áll rá, ő rá. Mert sok ilyen ügye volt már, hogy ő belekeveredett különböző tüntetésbe, mit tudom én, mibe. És akkor így, sőt a belügyben már megpróbálták beszervezni, szóval ilyen paranoiás volt. És mondta, hogy nem, mondom, de hát író vagyok, itt a kötetem, és ott volt a fénykép a hátlapján a könyvnek. Mondom, itt van a novellás kötetem, olvasd el. Azt mondta, nem, így visszatolta, nem olvasok. Mondom, hogy nem olvasol? Azt mondja, mert az engem nagyon fölzaklat az olvasás, én általában nem olvasok. Hát ez is a belügytől való elzárkózás, de utána, amikor később már együtt laktunk, akkor kiderült, hogy valóban nem igen olvas. Inkább angol könyveket olvas, indián könyveket, szóval ilyen gyerekkori. És, és valóban nem érdekelte az irodalom. Na, őt. Irodalom nem érdekelt. Tehát ezért is nem költő. Igen, azt te vagy. Meg te. És akkor másnapra megmondta, hogy hol lakik, és mondtam, hogy akkor másnap találkozunk, mert akkor iskola után otthon lesz, én meg akkor fejeztem be a malnapi munkámat. És akkor becsöngettem, nagy nehezen jött ki, be volt dagadva a szeme, látszott, hogy aludt. Persze, mert el kell korán menni tanítani, meg mint, és nem hitte, hogy jövök. És mondta, hogy hát, na hát te vagy az, jó, akkor így leültetett, és elkezdett gitározni, és lejátszott egy dallamot, én pedig írtam rá egy szöveget. Az ócska cipőt egy este már oly vastagon lepte a sár, hogy végül megállt, csak bámult Désiré. Désiré így suttogott, Istenem, Istenem, micsoda vidék, micsoda egy ócska vidék, nézd a cipőm, milyen ócska már. Épp egy kocsma előtt gondolt arra Désiré, mit is mondott Antoine, ezt hozta ki a prozódia, talán egy éve lehetett, ne bábulj bambán, ha esik, az eső az eső, jól van, gondolta Désiré, tovább megyek, lalalalala. Ez volt a dal. Hát de az, hogy lehetett tudni, akkor is már is, hát nem volt benne biztos, hogy nem vagyok-e besúgó, de hát akkor már sejtette, hogy azért a besúgók nem tudnak ilyet írni. Akkor még folytatnám, jó? Mert hogy folytatod az ezt, az nagyon jó volt. Akkor lementünk a presszóba a sarokra, a iskola utcába, ott a vízivárosba, ahol senki nem volt, csak egy Tündike nevű fiatal pincérlány vagy ki a pult mögött. Rendeltünk valami italt, hogy megünnepeljük, és elkezdtünk, a Tündike pedig a pult mögé vonult, és a kockacukor gyűjteményben ilyen kockacukorral dobált minket. És akkor volt az első összeveszésünk, hogy melyikünket dobálja a Tündike. Megkérdeztük Tündikéktől, hát ahogy a csajok szokták, azt mondta, hogy mind a kettőtöket. Na ez volt. És akkor, ja, és akkor mondtam, hogy én ide költöznék hozzád, mert mondta, hogy kölcsön kapta ezt a lakást, meg mit tudom én, még egy-két évig, mert nagyon rossz az albérletem. És akkor már megint gondolta, hogy de másnap fölmentem egy-két szatyorral abba az összes holmin, egy matracra vonultam, és akkor ott, és másfél évig naponta írtunk egyet. És akkor úgy. És ezt még nem a nyilvánosságnak, mert ezt baráti társaságban adtátok elő. Én biztos voltam benne, hogy nem, én nem akartam a nyilvánosságot ezeknek. Nekem még lenne kérdésem, de az idő rohan, és azt szeretném kérdezni, hogy valakinek van-e kérdése, megfogalmazódott-e valakiben bármilyen kérdés, vagy hozott-e már kérdést előzetesen? Most lehetne kérdezni. András? Mai irodalmi életre részének érzi magát? Tessék? Mai irodalmi élet részének érzi magát? Mai irodalmi élet? Részének érzi magát? Inkább, mint régen.
Inkább, mint régebben, mint kezdőkoromban, meg később. Inkább most, igen. Tehát a mostani induló fiatalabb írókat, meg a, szóval a nem korosabbakat, azok között van, sőt, barátaim vannak köztük, ami írók között nagyon ritka. Mert nagyon veszélyes az író-író kapcsolat. Nagyon. Nagyon. De vannak barátom kifejezetten. Sőt, barátom is van közöttük. Miért olyan? Akkor elmondom, hogy milyen a tekintetük. Szóval úgy néznek egymásra, mert tudnék, azért most a prózaírókról beszélek. Úgy néznek egymásra, hogy tudják, legalábbis érzik, hogy nagyon hosszú idő múlva derül ki a minősége annak, amit írtak, amire rászánták a rengeteg idejüket napi robotban. És később derül ki. És hogyha nem fogy semmi a könyvükből, akkor talán 10 év múlva fogyhat. Szóval és egyszer csak van, mindenre van példa. Szóval az nem robban be. Na. Ha meg berobban, akkor utána kiderül, hogy egy pillanatnyi szeszély volt. Időkkel, így hullámokba terjed a prózairodalom. És ezért ők maguk is bizonytalanok saját minőségben, de naponta rá kell bírni magukat arra, hogy érdemes és kell csinálni, amit csinálnak. Tehát olyan, mint a gályalapság, hogy nincs más megoldás, ezt csinálni kell. És ezt érzik és tudják egymásról, mikor nézik egymást. Nem tudom, ez elég-e magyarázatnak. Nagyon kemény szakma. Nagyon. És vajon minek néz engem? Ez a másik prózaíró. Vajon mi a olvasta? Nem olvasta? Hazudja, hogy olvasta? Nem kérdem. De észre, meglátom rajta, hogyha olvasta. Vajon ezt azért mondta, mert olvasta? Nem. Az lehetetlen. Az akkora gazember nem lehet. Bizonytalan szakma. Nagyon. Nagyon. És mindenre van rá benne példa. Szóval oda ilyen fanatizmus kell. És mi, amikor két fanatikus összenéz? Vajon melyikük az igaz fanatikus? Na. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a közéleti szerepét hogy tudja összeegyeztetni ebből az írói szerepkörrel, meg az egyik dolgokkal? Szóval hogy megy a kettő együtt? Milyen közéleti? Milyen közéleti? Hát én úgy tudtam, hogy a Tália Színház környékén... Ja, hogy a színházba bementem. Színház, ja, igen, hát elkapott a színház, az az igazság. De már kijöttem belőle. Tehát elkapott a színháznak volt egy barátom, egy nagyon rokos, ez a Bagó Berci, Bertalan, aki színházrendező volt, és az ilyen színházi fanatikus. És... az jött, hogy Zalaegerszegen megürül egy színház, és csináljunk együtt színházat. És azt írok, amit akarok, színdarabot meg, mit tudom, és akkor még volt bennem ilyen színházi elán, és oda lementük együtt, nem én voltam az igazgató, de én lettem a művészeti vezető, Bagó Berci meg a főrendező, és lett egy igazgató. És akkor, aki azt engedett nekünk, amit akartunk, tehát mi gyűjtöttük össze a társulatot, meg minden, és addig a gründolásnak, az alapításnak a mámorában értem, hogy megcsináljuk ezt a színát. És ott maradtam 5 évig, 6 évig. És aztán lejárt ez a mandátum vagy mi, és eljöttem, és még utána itt a Táliában sertepert értem egy kicsit, és aztán eljöttem, és kész, ennyi. Szinte, de közben írtam 4-5 olyan színdarabot, amit bemutattak, aztán én rendeztem, tehát kipróbáltam a színházi rendes, meg minden, és ez csak elegem lett belőle. Ez azért rövid színházi története. Igen. Igen. Igen.
akkor mindig is egy kormányi rendőrnek lehet valamit, ami kijelölni, ezt érzem. Igen. És a mai korról lehet, ezek megfogjuk a jelent, a mai korról lehet. Hát persze, hogyha megírtam ezt a memoárt, könnyen lehet, hogy nem. Nem, ami élményé válik benned az íróban, ami élményé válik, ami problémája neki. Na így. Az. És hogy nem, ezt nem lehet kiszámítani. Csak én nem oldottam még meg ezeket a három nevemet, a kamaszkoromat, szóval ez egy akkora gubanc volt, Copperfield. A Cooper egyébként a cím, ez a cím úgy született meg, hogy egyet tudtam, hogy nekem feltétlenül, hát mert annyira Magyarországon játszódik, és a magyar történéseknek a változásai ott voltak az életemben. A gyerekként már a felnőttek érdekeltek. Az óvodában nem játszottam a többiekkel, hanem óvónőkkel, meg a izékkel beszélgettem, a óvóbácsikkal. És hogy mit tegyek a magyar mellé? Mit tettek a magyar mellé, és akkor rájöttem Copperfield. Igen. Igen. Mert angol is, szóval így valahogy. Hogy idegen voltam annyira, mint a angol, szóval meg az hatott rám nagyon erősen. Ez. Igen. Hát, ha nincs más kérdés, akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük Bereményi Gézának, hogy eljött közénk, és mesélt nekünk a munkájáról, az életéről. Köszönjük.